Sziasztok, Niki vagyok. A húsvéti hétvégénket, hosszú hétvégénket fogom most megörökíteni nektek, és sok izgalmas dolog vár ránk. Most nagypéntek van, itt vagyunk Budapesten, gyertek, tartsatok velem! A
a felvételeken láthattátok, hogy nagyon sokat sétáltunk, és voltunk családi körben is, és az utolsó napot pedig itthon töltöttük hármasban Boci kutyával az otthonunkban Győrben. Pénteken este a nagy séta után elmentünk egy nagyon kedves barátnőmnek, aki fúvola művész, a duett koncertjére, ami a Bartók rádióban került megrendezésre. Nagyon jól éreztem ott magamat. Azt kell tudni erről a felvételről, hogy többször szokott lenni ilyen koncert a Bartók rádió megrendezésében. Fiatal művészek pódiuma, az a címe, és linket le fogom tenni a leírásban, mert hogy ezek ingyenesen igénybe vehető regisztrációt követően programok, és hogyha valaki szereti a klasszikus zenét, akkor én ezt szívből ajánlom. Annyit azért meg szeretnék jegyezni, hogy ne lepődjetek meg, hogy nem megfelelő mennyiségű biztonsági emberrel fogtok a bejutási folyamat során találkozni, és igyekszem árnyaltan, de finoman megfogalmazni, hogy hát, és ők nem túl kedvesek a vendégeikkel, tehát körülbelül úgy éreztem magam, mint hogyha egy katonai kiképzésre érkeztem volna egészen addig a pontig, amíg be nem vezettek minket a koncertterembe. Szerencsére engem személyes atrocitás nem ért, viszont volt ott egy vendég, aki velünk jött be, és ugye elmondták, hogy merre vannak a mosdók. A mosdó arra van. És ő meg eltévedt, és egyszer csak azt hittem, hogy valami amerikai akciófilmben vagyok, ahol a főgengszter vezér meg akarja állítani a behatolót, az illetéktelen behatolót, szóval úgy ráordítottak erre az emberre, hogy arra már nem szabad menni, a laikus emberek csak eddig jöhetnek, hogy ezt nem tudtam hova tenni, tehát erre számítsatok, hogy ott nem lehet egyedül közlekedni, egyébként amikor kijöttünk is, volt egy ilyen párbeszéd, hogy én tök aranyosan megkérdeztem ott a biztonsági embereket, hogy mivel, hogy még más nézők bent voltak, meg gratuláltak ilyesmi, ezért már ott áldogáltunk pár perce, és volt ott három biztonsági ember, akik közül az egyik biztos ki tudott volna minket kísérni, hogy viszont ebből kifolyólag, hogy ezt nem tették meg, azt gondoltam, hogy jó, hát azért akkor kérdezek, hogy kimehetünk, kifáradhatunk-e egyedül azon az egyenes úton, amin bejöttünk, és a válasz az volt, hogy nem, de nem ilyen kedves stílusban, hanem hogy nem itt senki nem mászkálhat egyedül, úgyhogy meg kell várnunk a többieket, aztán nagy kegyesen, mivel érzékelték, hogy nem jön a négy emberhez, akik mi ketten voltunk Balázsral, és még két ember jött ki addigra a koncertteremből, nagy kegyesen így egymás között lemeccselték, hogy neked van kedved kikísérni őket? Nekem van, nem, hát nincs, na jó, akkor kikísérem, és akkor így kiszabadultunk az objektumból. Tehát ezt leszámítva szerintem, és hogyha erre így készül az ember, úgy készül az ember, hogy ilyenek lehetnek, akkor rendben van. Tényleg nagyon. A bejáratnál három biztonsági ember plusz a recepciós, akkor bent a terem előtt szintén három. Igaz, most erről beszéltem sokat, mert az mondjuk elég erős indítás volt az elején, meg a lezárásnál is. Ezek az antennák a hajamban, ezek mindig vannak. Na, maga a koncert jó volt, és ajánlom, mint egy ilyen egyórás esti programot bárkinek, aki szeretne klasszikus zenét hallgatni, hogy látogasson el az oldalra, amit a leírásban linkelni is fogok. Tehát itt voltunk pénteken, és akkor szombaton pedig egy gyalogos rejtvényfüzetet dolgoztunk fel, azaz fejtettünk meg ketten Balázsral, amit az Imagine forgalmaz vagy ad ki. Nekik is az oldalukat linkelem a leírásba, és
ez egy alapvetően 3 órás feladatsor. Láthattatok vágóképeket a helyszínekről, illetve közben ahogy így áthaladtunk a két helyszín között. Azt írja, hogy 1,5 kilométer, mi többet sétáltunk, mert nem feltétlen a legrövidebbik utakat vettük igénybe, meg ha valami érdekeset láttunk, akkor még közben azt is megnéztük. 6 játék van benne, és ugye a 6 játék során egy GPS koordinátát kell megfejteni, vagy kialakítani a 6 játék segítségével, és hogyha ez megvan, akkor megkapod a plusz 1. állomást, ahol nagyon érdekes dolgot lehet megfigyelni, meglátni. Erről részletesebben nem szeretnék beszélni, mert spoiler. Tehát látogassatok fel az oldalukra, van több ilyen füzetük is igazából. Én úgy néztem, hogy van 2 autós is, az engem ugye most, mivel nincs autó, meg Budapesten, én úgy gondolom, hogy inkább sétálni szeretek amúgy is, tehát hogyha lenne, sem autóval járkálnék a városba, de minden esetre ez egy nagyon jó program bárkinek, aki szeret így kalandozni, és közben mindenféle dolgokat megtudni a fővárosnak, a pesti belvárosi részének egy szegletéről. Úgyhogy mi nagyon élveztük, nagyon sokat tanultunk a játék során, és ami különösen tetszett, az, hogy a második állomásnál, második játéknál egyszer csak így arra lettünk figyelmesek, pontosabban Balázs vette észre, hogy egy másik pár is pont ugyanezt ezt a rejtvényfüzetet oldja meg éppen. Úgyhogy szerintem az ilyen játékok azért is jók, mert így játszva tanulunk, és mozgásban is vagyunk, kikapcsolódunk, szórakozunk. Nekem van egy nagyon jó barátnőm, aki a gyerekeinek maga készített egy ilyen rejtvény útvonalat, amikor a gyerekek éppen ilyen nagy Pál utcai fiúk lázban égtek, mert hogy voltak akkor ilyen szervezett programok ezzel kapcsolatban, de horribilis összegekért, és akkor úgy gondolta, hogy ő megcsinálja maga, úgyhogy akinek ehhez is van affinitása, az egy másik szemszög lehet, hogy te kikutatod, és utána elmész a családoddal, és te vagy ott a segítség, mert egyébként a füzethez is van online segítség, tehát ha elakadsz, vagy valamiben bizonytalan vagy, hogy jó-e a megoldás, akkor azt megnézheted. Nekünk egy feladatnál teljesen félrementünk, és akkor azt, amikor leellenőriztük, azt észrevettük, hogy egyébként az egyetlen egy megoldás, amit kizártunk, na az volt a megoldás, és egy részfeladat volt, ahol, hogy ott az egy, tehát nem volt egyértelmű az ábrázolás alapján, hogy mit kell ott pontosan, vagy milyen egység az. Most ezt nem tudom jobban elmondani, mert tényleg nem akarok spoilerezni. Ettől függetlenül nagyon nagy élmény volt, meg öröm, hogy a többi feladatban meg sikeresek voltunk. Erről láthattatok felvételeket. Ezen felbozdulva, amikor hazaértünk, folytattuk ennek a könyvnek az elolvasását, ami szintén Budapestről szól, és viszonylag rövid fejezetekben egy-egy épületről, egy-egy városrészről, egy-egy nevezetességről vannak benne érdekes történetek, és ezt is ajánlom figyelmetekbe, mi ezt úgy szoktuk, hogy egymásnak olvasunk fel belőle, és most itt tartunk. Ja, tudom, mit szerettem volna még mondani. Jó, ha visztek magatokkal telefont, egyrészt az ellenőrzések miatt, de mondjuk, hogyha ebbe biztos lennél, hogy neked ez nagyon jól megy, az ilyen jellegű nyomozós, szabadulószobás, rejtvényfüzetes történet, akkor is vigyél magaddal telefont, mert vannak olyan feladványok, ahol homlokzati elemeket kell jól megfigyelni, és én nekem például nem annyira
jó a látásom, és még kifot, vagy lefotózva is a homlokzatokat voltak olyan részletek, amiket én nem találtam meg rajtuk. Esetleg mondjuk érdemes nem fotózni, hanem rákeresni netten, ez most jutott eszembe ezekre a homlokzati elemekre. Szóval, hogy a telefon ilyen szempontból nagy segítség lehet, hogyha nem olyan pontosan látsz, akkor ugye segítség lehet, hogy lefotózod, és akkor ránagyítasz az elemre, én azt nem gondolom csalásnak. Igen, és hát ennyit szerettem volna elmesélni, meg ezt a két programot ajánlani. Remélem, hogy valamennyire tetszett nektek ez a kis vlog, amit a húsvéti hétvégén készítettem, és most a következő hétvégén itt szombaton fejezek be. Éppen dél van, harangoznak, egyébként Győrben állandóan harangoznak, úgyhogy ha jöttök, akkor szélre és harangozásra számítsatok. Ha tetszett, akkor lájkold ezt a videót, hogyha pedig nagyon tetszett, akkor iratkozz fel a csatornámra. Találkozunk egy következő vlogban. Sziasztok!